Köszöntelek, Várnai Péter vagyok, örülök, hogy ismét velem tartasz. Célom a mostani alkalommal az, hogy megmutassam a weboldalunk legegyszerűbb keresési módját, használati módját, alapvetően a szállásokat egyszer, illetve a kirándulások közül a többnapos kirándulásokat. Ez a kettő azért elég, hogy itt most megismerd és megmutassam, mert igazából mindegyik, a többi részünk és program részünk is ilyen struktúrában épül fel, tehát innentől kezdve könnyű a keresés, illetve majd rámutatnék a gyakori kérdések részre is, mert elég sok mindenre választ kaphatsz, és gyorsan, a leggyorsabban. Tehát akkor a szállások. Tegyük föl, szállásokat keresem a Velencei tónál, vagy akár bárhol máshol is, rákattintasz a fejlécben a szállások szóra. A pillanatban, vagy hát egy kis rövid idő után már is betöltődik bal oldalt egy térképrész, akár ott is kereshetsz tovább, de talán gyorsabb és hatékonyabb, hogy rákattintasz, hogy látod is erre a kereső részre, és tegyük fölbe jutja azt, hogy Velencei tó már ki is dobja, rákattintunk, és gyakorlatilag betölti a Velencei tavon található szálláshelyeket. Itt az a jó, hogy ugye felsorol több mindent, tovább szűkíthetsz. Gyakorlatilag a részletes keresésre, ha kattintasz, akkor már is ott vannak a szállás jellemzői, tegyük fel, ha télen akarsz menni, akkor a fűthetőre rákeresel, rászűkíthetsz, vízpartit akarsz, akkor vagy vonattal elérhetőt, vagy akár egyéb szolgáltatásokra, tegyük fel a bográcsúzási lehetőség. Gyakorta felszokott merülni, mint igény, rákattintasz arra, ezek után a keresésre, és már is ki fogja dobni azokat a szálláshelyeket, amiken, vagy amiknél bográcsodási lehetőség is található. Görgetek lejjebb, ugye megjelentek, és akkor ebben a pillanatban már látom a képeken azt, hogy milyen ártól található, itt 2800, 3100, 1400 forinttól. Az árak azért több esetben mutatják természetesen a szálláshelynek a színvonalát is, de mindegyik ugye jellemzi az, hogy csoportok befogadására képes. Tegyük föl, tetszene a hostel agárt, rákattintok, akkor a hostel, egy rövid leírás is található, ugye minden esetben a szálláshelyekről, rákattintok a hostel agárra, mindjárt betöltődik, és akkor ebben a pillanatban erről a szálláshelyről látunk több információt, megint csak az árakat látjuk. Ha görgetek lefele, akkor látjuk a befogadó képességet, nyitvatartást, több ikont is látunk, ami ugye a szálláshelyre, szolgáltatásokra jellemző, vízpartra jellemző dolgokat, illetve a galériát rögtön látjuk, tehát ha itt elkezdek lépegetni, akkor mutatja, hogy hogy is néz ki kívülről, belülről ez a szálláshely. Illetve ha azonnal akarom az árakat, mert már a képek alapján tetszik, rákattintok az árakra, már megmutatja, hogy 2020-as évre diákcsoportok részére mennyi partiház Velence, és a többi, és a többi, itt most talán nem kell részleteznem, illetve hogyha görgetek lefele, akkor mutatja a többi paramétert is, ami a szállással kapcsolatos. Szálláshely részleteinél ott vagyunk, megint csak mutatja azt, hogy a szobák hány ágyassa. Itt ugye ez azért lényeges, mert hogy fiúk, lányok, tanárok hányan vagytok, pedagógusok hányan vagytok, ugye hány tanári szoba van. Innentől kezdve te már össze tudod sakkozni, hogy hogy is helyeznéd el a diákjaidat, hogyan helyeznéd el saját magatokat gyakorlatilag. Szolgáltatások a szálláshelyen, pókerasztal, csocsó, dárc, és a többi, egyéb információkat, érkezés-távozásra, tehát minden olyan hasznos dolog ott van, vagy szükséges és hasznos dolog, ami ahhoz kell, hogy dönteni tudjál. Lényeges, ne felejtsétek, a megrendelés módja gyakorlatilag megadja, hogy hogyan, miként tudjátok megrendelni. Lemondási feltételek szintén lényeges lehet. Ezeket mind komolyan venni, tudni, komolyan kell vennetek. Tudni kell, hogy ezek az információk értelemszerűen mindig a szálláshelyekről érkeznek. Tehát nem mi találjuk ki, ők küldik, és mi azt jelenítjük meg, amit ők szeretnének, hogy lássatok. De viszont, mint egy utazási prospektus, ez a weboldal aként szolgál, mert
alapvetően, amikor megrendelésre kerül sor, akkor ezekkel az adatokkal kell számolni a megrendelés után is értelemszerűen. Még érdekességképpen talán látjátok, hogy jobb oldalt a szálláshelyhez közeli szabadülés programokat is bemutatjuk, görgetek, látjátok, nem akarom őket felsorolni, mind kattintható, mindről úgymond információt kaptok. Ami itt még nagyon lényeges, az ajánlatkérés. Ha tetszik ez a szálláshely, akkor itt, ha kitöltöd értelemszerűen, hogy melyik időpont, az éjszakák számát, a létszám, csoportéletkor, egyéb kérdés, például az, hogy amit nem találtál meg mondjuk a tartalomban, hogy a, mit tudom én, a bográcsozó hely fedette, akkor ezt ide, mert ha látod, hogy van bográcsozó hely, akkor van. Ha azt látod, hogy nincs, akkor nincs. De az nem biztos, hogy ott van, hogy fedette a bográcsozó hely, ebben a pillanatban viszont itt rá tudsz kérdezni, vagy egészen más bármilyen kérdést. Név, e-mail cím, természetesen kötelező, hiszen csak így tudunk veled kommunikálni és válaszolni. Telefonszámot is szeretnénk, mert a leggyorsabb a telefonszám, de annak a megadása ugye nem kötelező, de praktikus. Reméljük, hogy meg tudsz bennünk bízni. Nem vagyok robot, most ezek ugye általános, más weboldalakon is megtalálható, praktikus vagy akár kötelező részek. Tehát ennyi gyakorlatilag a szállásokról. Menjünk most gyorsan rá a kétnapos kirándulásokra. Fejlécz, legördülő menü, kétnapos kirándulás, rákattintok, és gyakorlatilag elkezd töltődni a kétnapos kirándulásokat összefoglaló programrészünk. Hasonlóképpen a térkép bal oldalt megmutatja, hogy mely helyszíneken vannak ilyen programok. Itt érdemes ugye nagyítani, és akkor is jobban szétszeri mindezt. De maradjunk most megint csak ennél a fősénél, mi ezt tartjuk a leggyorsabbnak, hiszen te már tudod, amikor leülsz osztálykirándulást szervezni, és ugye jössz a weboldalunkra, akkor az, hogy 99%-ban már tudjátok, hogy melyik területre akartok menni. Akkor tegyük föl Esztergom. Beírom azt, hogy Esztergom. Már ki is dobja, rákattintok, és igazából már is tölti az Esztergomra és az Esztergom közvetlen környékén lévő kétnapos osztálykirándulás ajánlatokat. Ami itt praktikus még egyébként szemben a szállással, de hát ez érthető is, hogy itt szükség volt erre, itt egy megmutatja, hogy hol van a program, és megmutatja, hogy a program, az adott program, ez az, mondjuk az esztergomi kétnapos osztálykirándulás kickbike-os városnézéssel, ebben a pillanatban nem kell még belekattintanod, hiszen megmutatja, hogy milyen program elemek találhatók ebben a kétnapos kirándulásban. A buborékfoci, a csapatépítés, a csapatépítő játékok, élménylabor nevű játék, vízjáték a bazilikában, íjászviadal, és a többi, illetve benne van az, hogy az étkezés, a vacsora és a reggel is benne van, és hát maga a szállás természetesen. De tegyük föl, nézem az árakat, ez valami miatt nem felel meg, mert 13.330 forinttól van, és nekem mondjuk egy olcsóbb kell, akkor ebben a pillanatban Esztergom és Szentendre egy kétnapos kirándulás, ez egy olcsóbbnak számít, itt ugyanígy látok mindent, de ha az ár alapján akarok dönteni, tegyük fel, rákattintok akkor erre az Esztergom Szentendrére. Nézzük, már is töltődik a program, hasonlóképpen, mint így az előbb szállásokon, és itt a konkrét tartalomra megyek rá, és itt már is mutatja hasonlóképpen, mint a szállásoknál, itt is ugye kép, galéria, ami természetesen párhuzamban vagy összefüggésben van a magával a kirándulással, itt éppen mondjuk a Szentendrei belváros, a műfűtészjáték, lézerharc, és a többi, tehát több mindenről raktunk be képeket. Az árakra, ha rákattint, az értelemszerűen jönnének az árak, de maradjunk még itt ezen a felületen. Egy rövid leírása a programról, a kétnapos programról. Ha marketinges kollégáink már is elénk dobtak egy ablakot, ami segítséget nyújthat mondjuk az esztergomi kirándulásnál, érdemes, hogyha még nem töltötted volna ki, érdemes itt megadni az adatokat, de most ezt eltörlöm magunk elől. A kirándulás jellemzői itt vannak gyakorlatilag. Az elemek bemutatása itt van, hogy a jobb oldalon, hogy milyen programelemek vannak a kirándulásban, szabadidős programelemek, de bal oldalt már látjuk forgatókönyvszerűen, időrendben az ajánlott programtervet. Azért ajánlott programtervnek írjuk, egy,
Ugye ezen az, mondjuk egy adott napon több osztályunk is lehet. Lehet, hogy te vagy az első, akkor te ezt kapásból valószínűleg meg fogod tudni kapni ezt a programtervet. De ha jön egy másik osztály, akkor ott már a sárkányhajózás miatt egyszer csak meg kell bolygatnunk ezt a programot, és mondjuk egy ilyen csúsztatással lehet, hogy a sárkányhajót kicseréljük, a lézerharccal tegyük föl, tehát ebben a pillanatban már ez változhat, de a program elemeket bele fogjuk tudni rakni ebbe a programba. Megyek le tovább, fakultatív programokat is láthatunk értelemszerűen, ami tőlünk független, hiszen lehet, hogy a második nap délutánján már nem kértek programot, vagy nincsen program, ebben a pillanatban már ezekkel a dolgokkal tudtok számolni, tegyük föl. Árak, ugye fönt is rákattinthattunk volna, itt lehet látni, hogy van egy A verzió, milyen árban van, B verzió, milyen árban van. Ezeket értelmezni kell, és hát majd az értelmezés után gyakorlatilag dönteni is tudsz, azt gondolom. És akkor a legvégén pedig a gyakori kérdések, gyakran ismételt kérdésekre kellene szerintem rátérni. A legördülő fönt a fejlécben láttuk, hogy hova kattintottam. Itt a menüsort szokták ugye felkínálni ezzel a jelzéssel. Azon belül rákattintottam ugye a gyakran ismételt kérdésekre, és itt kirándulásokkal kapcsolatban vannak ugye gyakori kérdések, szállásokkal kapcsolatban vannak gyakori kérdések. Itt érdemes elolvasni őket, hát ha találsz választ a bizonytalanságodra, de ha nem, akkor ebben a pillanatban írjál nekünk. Itt van megint csak a lehetőség a kérdés elküldésére. Én azt gondolom, hogy a leglényegesebb dolgokat elmondtam, talán nem volt hosszú, használjátok egészséggel. Ezt ugye mondanom sem kell, mert a mai napon én magam is érzékelem, hogy mennyire fontos lenne az egészség. Na mindegy, tehát használjátok egészséggel, szervusz!